Mindannyiunknak szüksége van Jézusra, aki feltámadása és mennybe menetele óta szent lelke és igéje által van köztünk. Hangzott el az ünnepi prédikációban, mely a járványhelyzet miatt zárt ajtók mögött zajlott. A lelkész kiemelte, ne tévesszen meg minket, hogy nem úgy találkozunk vele, mint az első szemtanúk. Ettől kegyelme, hatalma és valósága nem lesz kevesebb. Krisztus megszólít bennünket és megmutatja, hogy kik vagyunk. Isten gyermeke vagy! Az vagy, akinek meg kell tanulnia, tájékozódni ebben a világban. Akinek tudnia kell, hogy mi az igaz és mi a hamis. Hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan. Hogy mi Isten akarata és mi nem az. Azért, mert Isten rád bízta ezt a szép világot. És rád is fog majd egyszer bízni gyermekeket, akikkel majd megélheted az életnek meg annyi tiszta örömét, és azzá lehetsz, akinek Isten megálmodott téged, és ez a legtöbb, amit egy ember elérhet ezen a földön. Sokak tűnődnek most sorsukon, hogy vajon mi lesz velük, gyermekeikkel, valamint hozzátartozóikkal, tette hozzá Kondrát Zoltán. Ebben a nehéz időszakban segíthet, ha mi is teszünk pár lépést Jézus felé. Adj hálát az életért, még akkor is, amikor az életellenes erők elkezdtek egy vad vágtába körülötted, óvd az életet, tartsd Jézus közelében az életet, és térj majd vissza azok közé, az Úr templomába, akik ismerik az Urat, mert tőle nyerték az életet. A Makói Városi Televízió YouTube csatornáján és Facebook oldalán újra nézhetik az ünnepi istentiszteletet. A szertartások közvetítését az elkövetkezendő időszakban is folytatjuk. Legközelebb április 19-én, vasárnap 10 órától hallhatják a református igehirdetést.